KTFTC 2-0, ez volt a fordulós, a bajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. 8 év után ismét KTFTC mérkőzést láthatott az a szerencsés 2500 néző, aki egyet kapott a találkozóra. Mélytalajú pályán cseppet sem megilletődve kezdett a KT-je. Már a 8. percben Tóth Barna fejet mellé, sőt a következő akció is az ő nevéhez fűződött. A 15. percben Tokmák Bori beadását vágta a kapu fölé. Rá 6 percre Riasko fejelt, de Dibusznak nem kellett közbeavatkoznia. A Fradinál volt többet a labda, de a KT volt a veszélyesebb. A 28. percben Szalai remekül ugratta ki Nagy Krisztián, aki Dibuszt átemelve a jobb alsóba küldte a labdát. A 31. percben a zöldfehér védők szabálytalankodtak Tóth Barnával szemben, és a játékvezető azonnal 11-est ítélt. Nagy Krisztián ezt is belőtte, 2-0. A fél idő utolsó percében Tokmák kétszer is helyzetbe került, sőt Riasko mentése éppen most csak elkerülte Varga kapuját. A fordulás után fokozta a tempót a Fradi, és Csercsaszov minden támadóját pályára küldte. Taoré volt a legveszélyesebb a támadók közül. A 80. percben éppen ő került helyzetbe, a pipába tartó labdát Varga szögletre ütötte. Kínosan lassan teltek a percek, sőt 5 perc volt a ráadás. Besis, Marquinhos és Tokmak is helyzetbe került még, de gólt egyikük sem szerzett. Szeretném megköszönni annak a rengeteg embernek, aki kijött, nagyon jó hangulatot csináltak. Ez tényleg még egy álom, de lépcsőről lépcsőre haladunk, és szeretnénk megvalósítani azt, amit az év elején kitűztünk, a bennmaradást. Kérte is tőlünk a mester a héten, hogy ne izguljunk azokban a szituációkban, amikor a kapu elé kerülünk. Nyilván ezt próbáltuk betartani, de nagyon nagy munka volt, a csapat beletette a szívét, lelkét, és nagyon boldogok vagyunk. A Kecskemét 16 ponttal második a tabellán. Október 8-án Újpest KTL találkozóval folytatja szereplését a Kecskemét.